Köszöntöm a kedves nézőket! Ez itt a Kincstár Salgó, a Salgó-Tarjáni Városi Televízió kulturális magazin műsora, ahol hétről hétre újabb témákkal várjuk Önöket. Nézzük, mit láthatnak a mai adásban! Idén is megtartotta hagyományos táncvilágnapi gáláját a Nógrád Tánc Együttes. Különleges tűzzománc alkotások díszítik a József Attila Művelődési Központ klubtermét. 28. alkalommal adták át a Balassi díjakat. Idézője rovatunkban Csépe Ferenc Minden csak jön című saját versét mondja el. A Salgó-Tarjáni Néptánc Művészetért Közalapítvány és a Nógrád Tánc Együttes megtartotta a hagyományos táncvilágnapi gálát a József Attila Művelődési Központ színház termében. A gálán bemutatkoztak az utánpótlás csoportok, és egy pályázatnak köszönhetően a fiatalok egymásnak alkottak koreográfiát, amit először mutattak be a közönségnek. Egy ládában
Tűzzel, mázzal, szórással címmel nyílt tárlat a József Attila Művelődési Központban. A Vamszlerese Háztartás Technikai Európai RT által támogatott alkotótáborban 16 csodálatos tűzzománc munka készült el, amelyek a klubterem falát díszítik. A Vamszlerese és a Rendezvény és Média Központ között évek óta jó kapcsolat. A munkákat külön erre a kiállításra készítették el a lelkes művészek. A vendégeket elsőként dr. Huszár Máté alpolgármester köszöntötte. A nagy hagyományokkal rendelkező zománc művészeti alkotótelepük után a jelen kiállítás a nemrég befejeződött tűzzománc szimpózium keretében készült műveket mutatja be. A helyi alkotók együtt dolgoztak az ország számos pontjáról érkezett művészekkel. Romhányi Olga művésztanárunk, az alkotótelepek egykori oszlopos tagja egyszer így fogalmazott. A tűzzománc technika csodálatot kiváltó metamorfózisa az anyagnak. A tűz erejével létrejövő átváltozás, ahogyan a nyers lemez a porból a fénybe jutva, maga lesz a fény szivárványos, sokszínű hordozója. A tűzzománcozás, mint mesterség 4-5 ezer éves múltra tekint vissza. Ezt a technikát már az ókori egyiptomiak és főníciaiak is alkalmazták, igaz, akkoriban még csak az ötvösség egyik díszítő elemeként. A szakirodalom szerint a tűzzománc technika lényege, hogy a porrá tört színes üveganyagot egy hordozó alapra, legtöbbször fémre, olvasztják, amely az utóbbival szervesen összefor és felületét színesen díszíti. Az elkészült műalkotás a művész gondolataiból, érzéseiből alkotott egyszeri és megismételhetetlen. Megdermett, mint a tűzzománcon az üveganyag, nem változik. Akár most nézzük, akár holnap, ugyanazt látjuk. Az alkotás azonban egy folyamat. Időben alakul a művész érzéseinek, gondolatainak megfogalmazásától az alkotás elkészültéig. Folyik, mint a folyékony üveg, alakul, majd véglegesedik, egyszer és megváltoztathatatlan lesz. De még ebben a megdermett, kész formában is ott van a változó. Ezt adjuk mi, az alkotás szemlélők, hiszen elindulnak bennünk a gondolatok, az érzések. Érzelmek, hiszen a megdermett üvegben egyszerre van jelen az állandó és a változó, a spirituális és a racionális. Talán semmilyen más művészi technika nem fejezi ki ezt jobban, mint a tűzzománc. A tűzben néző zománcfestők sokfelül érkeztek, és mint a kiállítás is bizonyítja, számos megközelítésben képesek dolgozni ezzel a technikával. Közös vonásuk az alkotói szabadság, a kvalitás és a képzőművészeti gondolkodásmód erőteljes jelenléte, amely a művek többségében különböző mértékben, de felülírja a műfaj iparművészeti eredetét. A kiváló festőművész Van Gogh mondta, ha sokáig nézel dolgokat, egyre érettebb leszel és mélyebbre látsz. Történjen meg ez most velünk is. Tekintsék meg a kiállítást, melyet szeretettel ajánlok kedves figyelmükbe. Köszönöm, hogy meghallgattak. A Tűzzel, mázzal, szórással című tárlatot Németh Zoltán, a Vamszlerese vezérigazgatója nyitotta meg. A Vamszlerese elődje itt Salgótarjánban elsőként Magyarországon több mint 125 éve alkalmazza ipari méretekben a tűzzománcozás technológiáját. Így a salgótarjáni Vamszler a legrégebbi tűzzománccal foglalkozó magyar cég. A cég tűzzománcozását termékei, tűzhelyek, kályhák, kandalló, burkolóelemeinek bevonására használja. A gyártási tevékenység mellett erkölcsi kötelességének érzi a tűzzománc művészeti tevékenység támogatását és népszerűsítését. A Vamszlerese már több mint 30 éve biztosít helyszínt, eszközöket és alapanyagot a tűzzománccal dolgozó művészek alkotó munkáihoz. Így történt ez ebben a művészeti alkotótáborban is idén, május 27 és június 4-e között. Ezen alkotótábor alkotásait tekinthetjük most meg. Egyik kollégám szerint a tűzzománc művészek a műszaki életünk szépítői. Ők a tűzzománc angyalai. Ők azok, akik a szép fogalmának kifejezésére használják a tűzzománcozás különböző formáik, ősidőktől napjainkig. A tűzzománc művészet fogalmát nehéz pontosan megfogalmazni, mert a magyar művészeti oktatás el sem ismeri a tűzzománcozást, mint különálló alkotási ágat, csak része lehet az ötvösségnek. Sokan választották tűzzománcozást saját kifejezési formájuknak,
de a legmagasabb szintű művészeti képzésben nem volt lehetőségük szakszerűen elsajátítani ezt. Mik határozzák meg az alkotó lehetőségeit? A hordozók alakíthatósága, a kemence fajtája és mérete, valamint a fellelhető alapanyagok, értem ez alatt a zománcokat. Külön öröm számunkra, hogy évről évre egyre több fiatalt üdvözölhetünk az alkotótáborunkban. A megnyitó után a VAMS Derese munkatársai egy közös alkotással köszöntötték a napokban nyugdíjba vonult Tóth Zoltánt. Tisztelt vendégeink, a Balassi díjat 1995 óta ítéli oda a Balassi díj kuratórium a könyvtár kiemelkedő tevékenységet végző munkatársainak. Elnyerhetik ezt a kitüntetést továbbá azok a nem könyvtárban dolgozó személyek is, akik jelentősen hozzájárultak a könyvtár tartalmi tevékenysége színvonalának emeléséhez, a könyvkultúra értékeinek gyarapításához. Emellett a kulturális tevékenységért díjban az év könyvtár támogatója díjban és az év települési könyvtára díjban, mint szakmai elismerésben részesülhetnek azok a Nógrád megyében, kivételes esetben a megye vagy az ország határon kívül élő személyek is, akikre életművük és személyes helytállásuk alapján a könyvtár dolgozói kollektívája példaképként tekinthet. A Balassi díj kuratóriuma döntése értelmében 2024-ben Balassi díjban részesül Antal Dániel, a Balassi Bálint könyvtár digitalizáló informatikus könyvtárosa. Antal Dániel 2017-től dolgozik a Balassi Bálint könyvtárban. A kezdetektől az információszolgáltató és gyűjteményszervezési osztály digitalizáló könyvtárosa. 2012-ben végzett az Eszterházy Károly Egyetem informatikus könyvtáros szakán. A munkája során szerzett tapasztalatok, valamint az új kihívások arra sarkalták, hogy szakmai tudását tovább bővítse. 2021-ben elvégezte az internet archiválása, mint közgyűjteményi feladat elnevezésű szakmai továbbképzést. Készségeit, kompetenciáit egyéni szorgalommal fejlesztette tovább, ma már robotika foglalkozásokat tart gyermekeknek, könyvtárhasználókat oktat, online pályázati projektekben vesz részt. Kiválóan hasznosítja kimagasló informatikai ismereteit, a munkatársak szívesen fordulnak hozzá számítástechnikai kérdésekben. Elmondása szerint 6. születésnapjára kapott egy Commodore 64-es számítógépet, aminek hatására a virtuális világ elkötelezettje lett. Mindig is szeretett olvasni. Ahelyett, hogy focizott volna a többi gyerekkel a pályán, inkább olvasott és a gép előtt ült. A digitalizálási részleg feladatainak bővülésével egyre sokrétűbb és összetettebb feladatokat látott el. Magas szinten részt vesz az intézmény digitális könyvtárának fejlesztésére irányuló szakmai programban a Palócföld Archívum, a Nógrádi Életrajzi Adatbázis, a Tartalomjegyzék Adatbázis, a Praznovszki Adatbázis kialakításában, gondozásában. Nyitott az innovatív, újszerű dolgok megismerése és elsajátítása iránt. A könyvtárban ő a robotika egyik mestere, a képregények ismerője, a mesterséges intelligencia aktív tanulója. Lelkiismeretes munkatárs, a probléma megoldásban kitartó és precíz. Fiatalos lelkesedésével, előremutató elképzeléseivel nagyszerűen illeszkedik a könyvtár csapatába, személyiségével, ötleteivel tevékenyen hozzájárul az intézményi célok megvalósításához. Egyéni és csapatmunkában is kiválóan teljesít, feladatait nagy odafigyeléssel, precizitással végzi. Példamutató a munkához és az emberekhez való hozzáállása. Hivatástudata, elkötelezettsége magas szintű. Munkájára igényes, segítségére mindig lehet számítani. A munkaközösségbe jól beilleszkedett, a munkahelyi rendezvények lelkes, aktív motorja. Vidám személyisége, pozitív hozzáállása nagyban hozzájárul a munkahelyi szervezeti kultúra eredményességéhez. Azon szerencsés emberek közé tartozik, aki ma már elmondhatja magáról, hogy a munkája a hobbija is. Magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként a Balassi díj kuratóriuma Antal Dánielnek 2024-ben
Balassi díjat adományoz. Felkérem a díj átadására dr. Huszár Máté urat, Salgó-Tarján megyei jogúváros alpolgármesterét, és Molnár Évát, a Balassi Bálint könyvtár igazgatóját, a Balassi díj kuratóriumának elnökét. Balassi díjban részesült tehát Antal Dániel, a Balassi Bálint könyvtár digitalizáló informatikus könyvtárosa, akinek most megadjuk a szót. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy idén én kaphattam ezt a Balassi díjat, és mindig nagyon jó érzés az embernek, amikor így elismerik a munkáját, pláne hogyha a vezetőségről vagy épp a saját kollégáiról van szó, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. A Balassi díj kuratóriuma döntése értelmében 2024-ben ugyancsak Balassi díjban részesül a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár kollektívája. A Madách Imre Városi Könyvtár Balassagyarmatváros meghatározó kulturális intézménye, melynek gyűjteményei és szolgáltatásai messze túlmutatnak a város határán. A hagyományos könyvtári ellátás mellett a munkatársak számára mindig is fontos volt a kulturális szervező és közvetítő szerep, amely által a város és a vármegye kiemelkedő városi könyvtárává vált. Példaértékű kezdeményezéseikkel, újszerű, nyitott gondolkodásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy olvasóik hűséggel, ragaszkodással és elismeréssel vélekedjenek róluk. Az olvasók naprakész dokumentumokkal való ellátása, készséges kiszolgálása egy könyvtárban alapfeladat. A Madách Imre Városi Könyvtár munkatársai emellett nap mint nap arra is törekednek, hogy a könyvtárlátogatókat megújult, modern környezetben korszerű, olvasóbarát szolgáltatásokkal várják. Fiatalos, lendületes csapatként törekszenek a folyamatos megújulásra, gyorsan reagálnak az új kihívásokra, az olvasói igények változására. Gazdag, változatos, színvonalas programjaik arról tanúskodnak, hogy figyelemmel kísérik olvasóik, látogatóik igényeit, fontos számukra a használó. A könyvtár gyermek részlege, helyismereti gyűjteménye és valamennyi szolgáltatási tere sugározza a magas szintű szakmai tudást és a hozzáértést. A könyvtár vezetése és kollektívája korán felismerte, hogy a jövő könyvtárának egyik fontos eleme a közösségépítés, így a könyvtár köré sok színes közösséget, szervezetet építenek. Vallják, hogy nem csak jól kell dolgozni, de a tervezett, majd elvégzett munkáról hírt is kell adni. Élen járunk a kapcsolatépítésben, dicséretes a PR és marketing munkájuk. A könyvtár szakmai munkájában is tapasztalható a folyamatos fejlődésre, tanulásra való igény. Továbbképzéseken, országos és vármegyei szakmai napokon aktívan vesznek részt. Szívesen fogadnak helyi könyvtárukba könyvtárszakmai csapatot, kiváló házigazdaként példák más könyvtárak előtt. A Madách Imre Városi Könyvtár csapata összetartó, egymást segítő, tenni akaró könyvtárosokból áll. A könyvtár új, fiatal vezetésének és a könyvtárosok közös munkájának eredménye az, hogy nyitott, modern, innovatív intézménnyé váltak. Magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként a Balassi díj kuratóriuma a Madách Imre Városi Könyvtár kollektívájának 2024-ben Balassi díjat adományoz. Az elismerést Vitéz Katalin, a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár vezetője veszi át. Balassagyarmatváros önkormányzata nevében Frankó Viktória önkormányzati képviselőasszony adja át a város elismerését. ...2024-ben tehát Balassi díjban részesült a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár.
Köszönjük szépen a Madách Imre Városi Könyvtár valamennyi munkatársa nevében. Köszönjük ezt a díjat, a Balassi Bálint Könyvtárnak az állandó támogatást. A szakma elismerése különösen jó leső érzés, és megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk. Köszönjük szépen! Tisztelt ünneplők, a Balassi díjak átadásával egy időben adományozza a könyvtár a kulturális tevékenységért díjakat, az év könyvtár támogatója elismerést és az év települési könyvtára díjat is. Kulturális tevékenységért díjban részesül dr. Fűszfa Balázs irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi tanár, a Palócföld Irodalmi Művészeti Közéleti Folyóirat főszerkesztője. Dr. Fűszfa Balázs, Toldi Ferenc díjas irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi docens, szerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, 2023-tól a Palócföld Irodalmi Közéleti Művészeti Folyóirat főszerkesztője. Nevéhez köthető számos tudományos kötet, ahol szerzőként, szerkesztőként, könyvsorozatok összeállítójaként jelenik meg. Az írások szerint szakterülete a 19. század magyar irodalma, de ezentúl az élményszerű irodalomtanítás programban is kiemelkedő eredményeiről olvashatunk. Tanár úr az irodalomtanítás modernizációjához kapcsolódva kutatások, olvasótáborok, irodalom népszerűsítő programok kezdeményezője és vezetője. Salgótarjánban, itt a Balassi Bálint könyvtárban új szemléletű előadásaival többször is bizonyította kiváló, felkészült előadó és nagyszerű pedagógus. Dr. Fűszfa Balázs alapelvei között kiemelten kap helyet az elődök, példaképek tisztelete, akik között magyar tanár édesapja első helyen van jelen. A hazai és határokon túli kulturális élet több olyan személyiségével dolgozott és dolgozik együtt, akik örömmel vesznek részt a vele való közös munkában. A közös munka legnagyobb fokmérője itt is a tisztelet. Ugyanez a tiszteletteljes munkamódszer indult el Nógrádban is, amikor a Balassi Bálint könyvtár felkérte a Palócföld Petőfi számának szerkesztésére 2023-ban. Főszerkesztőként maximalista igényességgel kezdte el az ötletelést, a szervezést, ami 2024-ben is folytatódott. Így születtek szellemi kapcsolódások az addig még nem ismert helyi alkotókkal, szerzőkkel, a könyvtár munkatársaival és a nógrádi kulturális élet résztvevőivel. A Balassi Bálint könyvtár munkatársai örömmel dolgoznak vele. Tisztelik, elismerik tudását, felnéznek rá szerénysége és igényessége okán. A kultúra, az irodalom, a tanítás és a tudás iránti lelkesedése, valamint szakmai hite példaértékű és követendő. A dr. Fűszfa Balázs által vállalt főszerkesztői munkában benne van a magas szintű szakmai tudás, benne van az adni akarás vágya, a jóra törekvés és a kultúra iránti elkötelezettség is. Magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként a Balassi díj kuratóriuma dr. Fűszfa Balázsnak 2024-ben kulturális tevékenységért díjat adományoz. Kulturális tevékenységért díjat vehetett át tehát dr. Fűszfa Balázs irodalomtörténész, a Palócföld főszerkesztője, akinek átadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm szépen az igazán kitüntető kitüntetést. Könnyebb helyzetben lennék, hogyha Balassi Bálintról kellene egy előadást tartanom, és egészen hihetetlen, hogy ez a költő, mint személyiség és mint költő is, mit hajtott végre, és önök, akik itt élnek az ő földjén. Én ezt azért mondom, mert én Vörös Sándor, Berzsenyi Dániel, Pilinszky János, Ottlik Géza földjén élek, és Radnóti Miklós földjén születtem, ahol őt agyonlőtték abdán.
Tehát tudom, hogy mit jelent az, amikor Mikszáth földjén, Madács földjén, Balassi Bálint földjén él az ember. Én azt hiszem, hogy Vas megye és Nógrád megye ezekben a hihetetlen irodalmi párhuzamokban a legerősebb testvérmegyék lehetnének. Hadd kapcsoljam most így össze avatatlan prokátorként a két megyét, hiszen nem is nagyon tudnék az országban mondani még egy olyan megyét, ahol 3-4-5 igen jelentős író él, talán Szatmár és környéke, ahol Adi, Kölcsei, Móricz, mindannyian, Arany János, nem olyan messze Nagyszalontán. No, vége a rendkívül irodalom órának, köszönöm szépen figyelmüket, mindez csak a lelkesedés, az öröm és a megtiszteltetés. Tudom, hogy kétfajta ember van, nógrádi és nem nógrádi, én csak szeretnék nógrádi lenni. Az biztos, hogy még egy közös vonás van köztünk Vas megye és Nógrád megye között, hogy ez a két megye Magyarország legszebb megyéje. Ebben teljesen. Elhisszük Petőfinek, hogy az Alföld gyönyörű, de Nógrád és a Kőszeg hegyalja az még annál is sokkal szebb. Köszönöm szépen. Nagy... Ugyancsak kulturális tevékenységért díjban részesül a Salgótarjáni Hagyományőrző Civil Társaság. Több mint 10 esztendeje egy baráti közösség önszerveződésével létrejött opera barátok köréből alakult meg a Hagyományőrző Civil Társaság. A tagokat a zene szeretete hozta össze, az opera és hangversenyek látogatása kovácsolta mind szorosabb közösséggé. A pandémiás évek után bővült a társaság érdeklődési köre, igény lett Salgótarjánban és a történelmi vármegyénkben született, élt, alkotott neves személyek emlékének ápolása is. A hagyomány teremtő kezdeményezések sikeréhez hozzájárult, hogy a társaság vezető képviselői, dr. Sándor Ottó elnök úr és Dupák Sándorné ügyvezetőasszony kiváló személyes kapcsolatot alakítottak ki országos szervezetekkel, a vármegyei települések, valamint iskolák és kulturális intézmények vezetőivel, munkatársaival. Gazdag és színes az a paletta, amely sikeres kezdeményezéseikről, rendezvényeikről, programjaikról szól. Emléktáblaavatás a Nógrád vármegye városaiban, megemlékezések, jótékonysági koncertek, emléktúrák, zenei, irodalmi napok, kirándulások szervezése, emlékhelyek felkeresése, hogy csak a legkiemeltebbeket említsük. Az a kulturális sokszínűség, ami a társaság tevékenységét jellemzi, kiemelkedő, dicséretes és példaértékű is. Emögé a sok értékes program és rendezvény mögé azonban kell a megvalósító ember is. A társaság elnöke és ügyvezetője, dr. Sándor Ottó és Dupák Sándorné nagyon sokat tesznek azért, hogy a Hagyományőrző Civil Társaság változatos, minden korosztályhoz közeli kulturális kínálatot nyújtson. Ötleteik, javaslataik szerteágazó ismeretről, nagy tudásról tanúskodnak. A Balassi Bálint könyvtárral évekre visszatekintő jó kapcsolatot ápolnak. A könyvtár névadójának emlékét őrző Balassi irodalmi séta mindkét fél részéről támogatott és elismert program. Közreműködtek irodalmi rendezvény kapcsán is, az együttműködés még számos lehetőséget tartalmaz. Magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként a Balassi díj kuratóriuma a Hagyományőrző Civil Társaság vezetőségének és tagjainak 2024-ben kulturális tevékenységért díjat adományoz, a díjat a társaság nevében dr. Sándor Ottó és Dupák Sándorné veszik át. Kulturális tevékenységért díjban részesült tehát a Salgótarjáni Hagyományőrző Civil Társaság. Engedjék meg, hogy átadjam a szót a társaság képviselőjének. Mindkettőnk nevében és természetesen a civil társaság valamennyi tagja nevében megköszönjük ezt az elismerést. Nagyon röviden csak azt szeretném elmondani, hogy viszonylag több időt töltök el Veszprém megyében, Balatonfüreden és Veszprém városában, és amikor az ottani ismerőseinkkel beszélünk, akkor
fölmerül az, hogy te honnan jöttél, és amikor én mondom, hogy büszkén, hogy Salgótarjánból, Nógrád megyéből, akkor ha megkérdezem, hogy mit tudtok ti Nógrád megyéről, az irodalomról, a jeles személyiségekről, akkor Madács és Mikszáton kívül más nem jut az ottani a keszében. És akkor határoztuk el mi Tusikával, hogy létrehozunk egy olyan szervezetet, amely célul tűzi ki, hogy a történelmi Nógrád vármegye területén élt, született, alkotott jeles személyiségek emlékét ápoljuk. Csak az irodalom területén, ugye már elhangzott a Mikszát és Madácson kívül Balassi Bálint neve, de még sorolhatnám tovább a Rimai János, a Gyöngyös István, a Krúdi Gyula, vagy akár a Molnár Ferenc nevét, hogy valamennyien kötődnek a mi megyénkhez. És ez csak az irodalom. Amellett az opera irodalomban, a zeneművészetben, a képzőművészetben és más ágakban is nagyon-nagyon sok személyt adott vármegyénk az országnak. Úgyhogy munkánkat nem fejeztük be, tovább folytatjuk. És mindenkit szeretettel várunk a rendezvényeinken. Még egyszer köszönöm szépen. A mai napon az év könyvtár támogatója díjban részesül a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nógrádi Tájegység Környezeti Nevelés Programja. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 9 tájvédelmi körzetet és 14 természetvédelmi területet foglal magába. Az igazgatóság működési területén ellátja a veszélyeztetett állat- és növényfajok védelmével, az élőhelyek fenntartásával és rehabilitációjával, a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat. Működteti a területi monitorozó és információs rendszert, szervezi és irányítja a régészeti örökség védelmében is közreműködő természetvédelmi űrszolgálatot, továbbá természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint turisztikai létesítmény. Tart fenn. A szemlélet formálás jegyében természetvédelmi, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységet is végez. A Balassi Bálint könyvtár főként az oktatási, nevelési és ismeretterjesztő terület kapcsán működik együtt a Bükki Nemzeti Park igazgatóságával. 2022. szeptemberében vették fel a kapcsolatot először a Bükki Nemzeti Park igazgatóságával, amikor a Nálunk Otthon Vagy címet viselő helyi ismereti játék díjazásához kerestek támogatókat. A játékban Nógrád vármegye kistelepüléseinek csapatai versenyeztek. Az együttműködésből kapcsolat lett, melyben kiemelten a Vidra Verda című környezeti nevelési program keltette fel az érdeklődést. A Vidra Verda a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának oktatóbusza, guruló természetbúvára, játékos foglalkozások keretében különleges ismeretszerzési lehetőséget biztosít minden korosztály számára a természet és az élővilág megismerésére. A program illeszkedik a kistelepülések számára kiajánlott rendezvények tematikájához, módszerei pedig különlegesek, közvetlen tapasztalatszerzésen alapulnak. 2023-tól a könyvtár ellátási szolgáltató rendszer keretében a kistelepülések számára biztosított rendezvénypalettában ajánlják ki a programot nagy sikerrel. Csákiné Dobos Laura oktatási referens élményközpontú foglalkozások keretében ismerteti meg a résztvevőkkel a rétek, erdők, vizes területek élővilágát. A program rendkívül népszerű, nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a foglalkozásokról. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága további közösségi játékok segítője is volt. Madár bemutató, Vidra Verda oktatóbusz bemutatása, a Salgótarjáni Baglyaskővár természetvédelmi bemutató helyén vezetett túra, mind az ő támogatásukkal valósult meg. A könyvtár örömére szolgál ez a példaértékű együttműködés, amelyben érezhető a segíteni akarás, a rugalmasság, az egymás iránti tisztelet.
Magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként a Balassi-díj kuratóriuma, a Bükki Nemzeti Park igazgatósága Nógrádi Tájegység környezetnevelési programja számára 2024-ben az év könyvtár támogatója díjat adományozza. A Bükki Nemzeti Park képviseletében Rónai Kálmánné igazgató és Harmos Krisztián, a Nógrádi Tájegység vezetője veszi át az elismerést. Az év könyvtár támogatója tehát a Bükki Nemzeti Park lett, és átadom a szót igazgatóasszonynak. Nagyon szépen köszönöm. Hálás tisztelettel kívánok adózni a Balassi Könyvtárnak ezért a díjért, és azt gondolom, hogy az első mondatban ismételnem kell annak a kolléganőnek a nevét, Csákiné Dobos Laura nevét, aki itt a térségben motorja és működtetője ennek a kapcsolatnak. Természetesen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság részéről, a központ részéről a technikai feltételeket mindenféleképpen biztosítjuk, de azt gondolom, hogy arról mindenki egyértelműen megosztja a véleményemet, hogy a technikai eszközök az csak egy dolog. Ha ezt szívvel, lélekkel töltjük fel, no annak a letéteményese Csákiné Dobos Laura és az itt álló Harmos Krisztián kollégám. Tehát azt gondolom, hogy itt Salgó-Tarjánban ők tényleg olyan tevékenységet folytatnak, ami természetesen a fő üzenete a természetvédelem. De azáltal, hogy a természetvédelem már szélesíti a tevékenységi körét, és a környezeti nevelő, oktató munkába is erőteljesen bekapcsolódik, ezen eredményezte azt, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült a helyieknek kialakítani, és hálásan köszönöm ismételten, hogy ezzel a díjjal jutalmazták a kollégák munkáját. Úgyhogy meggyőződésem, hogy a különböző tudományterületek, tehát a természetvédelem, vagy a kulturális örökségről, ha beszélek, akár Bagyaskővára, akár a közelben lévő Ipolytarnóci ősmaradványok, vagy a mostanában előtérbe került Csillagda, tehát az is a kulturális örökség része. Tehát, hogyha a mi szakterületeinket összefogva az irodalmi, kulturális, történelmi szakterületekkel, ha közösen tudunk dolgozni, akkor a kiművelt emberfők sokaságát még inkább tudjuk gyarapítani. Köszönjük még egyszer a díjat! ...2024-ben az év települési könyvtára díjban részesül a Romhányi Könyvtári Információs és Közösségi Hely. A Romhányi Könyvtári Információs és Közösségi Hely 2021-ben csatlakozott a Balassi Bálint Könyvtár kistelepülési szolgáltató rendszeréhez. Az elmúlt években, amióta Bulejka Krisztina vezeti a könyvtárat, nagyívű változás és fejlődés tapasztalható a könyvtár munkájában. A könyvtár vezetőjének már a kezdetektől világos koncepciója, víziója volt arról, hogyan, milyen módon kellene a könyvtár tevékenységét és szolgáltatásait megújítani. Elképzeléseit támogatta az önkormányzat, a Balassi Bálint könyvtár vezetése, és ezentúl nagyon sok önkéntes helyi segítőt is sikerült megnyerniük az ügynek. Sikeres pályázatnak köszönhetően, valamint az önkormányzat és a Balassi Bálint könyvtár összefogásával a könyvtár teljes mértékben megújulhatott. A szakmai munka új lendületet kapott, a korábban is forgalmas intézményben a szolgáltatások számos új elemmel, lehetőséggel bővültek. Mára rendkívül gazdag kulturális ajánlattal, új ötletekkel, a helyi lakosok bevonásával valódi könyvtári, információs és közösségi térré változott a könyvtár. Az intézmény dokumentum kínálata a közösség minden tagjára kiterjed, a babáktól a családokon át a szépkorúakig. Több kisebb csoport, közösség is otthonra talált a könyvtárban. A kölcsönzés adminisztrációja is változott, elindult a gyűjtemény elektronikus katalógusban való feltárása és az elektronikus kölcsönzés is. A könyvtáros Bulejka Krisztina kiváló kapcsolatot ápol a Balassi Bálint könyvtárral, aktív résztvevője a szakmai programoknak, nyitott, aktív közéleti személyiség, akire mindig lehet számítani. A Romhányi Könyvtár a közösségi oldalon is rendszeresen tudósít a könyvtár eseményeiről, írásaival találkozhatunk a Könyvtár tér című kiadványban is.
Magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként a Balassi díj kuratóriuma a Romhányi Könyvtári Információs és Közösségi Hely számára 2024-ben az év települési könyvtára díjat adományozza. Az elismerést Vezér Attila úr, Romhány község polgármestere, és Bulejka Krisztina, a Romhányi Könyvtári Információs és Közösségi Hely könyvtárosa veszik át. Az év települési könyvtára díjban részesül tehát a Romhányi Könyvtári Információs és Közösségi Hely, én pedig átadom a szót a díjazottnak. Nagyon, nagyon szépen köszönöm, megható és megtiszteltetés itt állni. Ez a díj azt gondolom, hogy nem születhetett volna meg a közösségek nélkül, amelynek én a tagja vagyok. Ez a Balassi Bálint könyvtár közössége, az önkormányzat vezetésének a közössége, és az a közösség, amely otthon, a nyugati végeken egy kicsi 2000 fős településen él, és jelenlétével megtisztel engem, és könyvet kölcsönöz, és eljön a programokra. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, és egy gondolat a végére, hogy a kutyán kívül a könyv az ember legjobb barátja, a kutyán belül meg sötét van olvasni. Köszönöm szépen! Szívből gratulálok valamennyi díjazottnak, és megköszönöm dr. Huszár Máté alpolgármester úr és Molnár Éva igazgatóasszony segítségét a díjak átadásában. Egyik nap a másik után jönnek a dolgok, a folyamatok. Itt áramlanak velünk és bennünk is körülöttünk. Itt keringenek és felalá szárdosnak. Aztán ránk nehezednek a mélyebb feladatok és utált kényszerűségek, a csábító kísértések, mert minden csak jön és múlik a földön. Jönnek a valós ideák, a formák, a nézetek, a kínok, a gyönyörök, a változatos létek, bánatok és örömök, a szépek és rútak, a jók és a rosszak, a gyengék és erősek, az illatok, a jó ízek, az állatok, az emberek, a folyók és a tengerek, mert minden csak jön és múlik a földön. Jön a gondolat, a képzelet, a valóság egy szép álom. Szólnak felénk a szavak, épülnek a mondatok, készülnek az írások, hangzanak a beszédek, zendülnek a zenék, születnek az alkotások. Szépek az ünnepek és a szorgos hétköznapok is. Az igazi szerelmekből új utódok születnek, újból elillannak a sorsok, mint egy frissítő nyári zápor, vagy mint a bolondos vén idő. Rohannak a hetek, az évek, elsuhan, száll velünk az élet, mint a legújabb Intercity, mert minden csak jön, és azonnal múlik, és elenyészik a végtelenben. Ez volt a Kincstár Salgó. Műsorunkat visszanézhetik a Salgótarjáni Városi Televízió YouTube csatornáján. Jövő héten újra találkozunk. Viszontlátásra!